Jó napot kívánok, kedves nézőink, üdvözlöm Önöket! Január 27-én volt 70 éve annak, hogy az orosz csapatok felszabadították az auschwitzi haláltábort. Az ENSZ közgyűlése 2005-ben nyilvánította ezt a napot nemzetközi holokauszt emléknappá. A határozat hangsúlyozza az emlékezés és a tanítás kötelességét, hogy a jövő nemzedékei megismerjék a 6 millió igen nagy többségében zsidó származású áldozatot követelő náci tömeggyilkosságok történetét. Mai adásunkat teljes egészében ennek az emléknapnak szenteljük. Meghívottaim lesznek Nussbaum László holokauszt túlélő, valamint Ladislau Gyémánt történész egyetemi tanár. A holokauszt nemzetközi napja alkalmából ezrek gyűltek össze az auschwitzi és a birkenaui haláltáboroknál, köztük hozzávetőlegesen 300 túlélő is. A Román Televízió kolozsvári területi stúdiója is a helyszínen volt, élőben közvetített az eseményről, amelyen magasrangú európai politikusok, főméltóságok is részt vettek. A január 27-i nemzetközi holokauszt nap eseményei már január 26-án megkezdődtek, amikor a túlélők, az ő hozzátartozóik és a holokauszt áldozataira emlékező tömegek lépték át azt a kaput, amely az emberiség történelmének legborzalmasabb helyszínére visz. Kedves nézőink, az Auschwitz-Birkenau Nemzeti Múzeum bejáratánál állunk, az egykori megsemmisítő tábor, a haláltábor helyszínén. Idén az auschwitzi tábor felszabadításának 70. évfordulójához érkeztünk, és ebből az alkalomból egy nagyméretű megemlékezést szervez maga a múzeum és a Nemzetközi Auschwitz Tanács. Külön jelentősége van ennek a megemlékezésnek 2015-ben, hiszen nem csak az a tény emeli ki az eddigiek közül, hogy mintegy 50 ország a legmagasabb szinten képviselteti magát a megemlékező rendezvényen, államelnökök, miniszterelnökök, miniszterek fognak ide érkezni a helyszínre, hanem attól is különleges ez a néhány nap itt Auschwitzban, hogy mintegy 300 túlélőt kísérnek el ide különböző szervezetek. Elhozzák ide azokat az embereket, akik végigélték Auschwitz borzalmait, hogy meséljenek saját történeteikről. Amen, Yehei Shmei Rabba Mevorach Leolam Olamei Amaya. Azért vagyok itt, hogy elmondjam a világnak, hogy ez megtörtént. A világnak tudnia kell erről. Az emberek egy része tagadja, hogy megtörtént volna, de én azért vagyok itt, hogy elmondjam, megtörtént. Mondja ez a láthatóan meghatott férfi. Nem ő volt az egyetlen túlélő, akit megrázott az Auschwitz-szal való találkozás. Ordítás, sírás volt mindenfelé. Ó, Istenem, miket tettek a nőkkel, pucéra vetkőztették, elvették a szemüvegeiket, cipőiket, a csomagjaikat magas hegyekbe rakták, a másik oldalon meg ott álltak levetkőzve. Csak azt akarom megnézni, hol vannak a tusolók és a gázkamrák, mert nagyon sok nőt elgázosítottak, minket munkaképes fiúkat csak letusoltak. Annyi idő után csak egy imát akarok elmondani. Nem tudok mást mondani, csak ezért vagyok itt. Ezek a túlélők azért jönnek vissza, hogy elmondják azoknak, akik tagadják a holokausztot, hogy megtörtént. Nagyon megható hallgatni őket, az ő történeteiket. Egy olyan férfival beszéltem, aki 5 évet és 8 hónapot töltött itt. Nagyon sokan meghaltak körülötte, el sem tudom képzelni. Most is hideg van. Én fel vagyok költözve, úgy is fázom. De ők akkor itt egy szál semmiben voltak. És túlélték azokat az időket. Ez a csoda benne. Do
This is history. This is not history. This is a painful history. Ez történelem. Ez egy fájdalmas történelem, mondani kell, ezerszel kell elmondani, hogy ne lehessen elfelejteni, hogy soha a történelemben ilyen meg ne történhessen, soha. Iskolákban megyek minden héten 3-4-szer is, hogy elmondjam a történetemet. El nem tudják képzelni, hogy ezek a fiatalok, akik így történelmet tanulnak, hogy puszilnak, ölelnek minket, megtapsolnak. Legutóbb alig 2 hete egy iskolában 350 gimnazistának meséltem. Síri csend volt 1,5 órán át, annyira érdekli őket minden. Amikor először jöttem vissza, nagyon nehéz volt. Összehúltam a sok emlék súlya alatt. Először 1975-ben jöttem vissza. Ami itt történt, az egész életeden át elkísér. Most is minden nap gondolok az itt történtekre, de hogy idősödik az ember, eltávolodik az eseményektől, és történelemként látja azt. Az auschwitzi egyes láger azóta zarándok helyé vált, kis udvarán vagyunk a halálfalnál. Ez az a helyszín, ahol nagyon sokan életüket vesztették lövés által. Egyrészt azok a politikai foglyok, akik itt a láger területén laktak, és akiket a legtöbb esetben a hadi törvényszék ítélt azonnali halálra. Másrészt itt lettek kivégezve azok a lágerlakók, akik nem is tudták, hogy mi vár rájuk, és akiket talán különösebb ok nélkül hoztak ide, és azonnal végeztek velük. Itt a kis udvar mellett található az azóta elhíresült 11-es tömbje az auschwitzi haláltábornak. Itt laktak egyrészt, amint mondtam, a politikai foglyok, és idehozták azokat a lágerlakókat is, akik nem tudták, hogy mi történik velük, de utasításra a tömbnek egy-egy kis helyiségében levetköztek, megmosdottak, majd mesztelenül ide kivonultak az udvarra kettessével, és itt szembe kellett nézniük a kivégző osztagok, vagy egy-egy náci katona fegyverével. Ez a helyszín tehát zarándok helyé vált. Ide jöttek ma délelőtt nagyon sokan azok közül, akik túlélői az Auschwitz-Birkenaui haláltábornak, és akik emlékeik nehéz súlyának a terhe alatt helyezték el itt koszorúikat. A román televízió kolozsvári területi stúdiója nyomot hagyott maga után Auschwitzban. 7 hazai holokauszt túlélő vallomásait tartalmazó DVD csomagot adományozott az Auschwitz-Birkenau Nemzeti Múzeumnak, valamint olyan történelmi könyveket, amelyek a II. Világháború szörnyűségeit elemzik. Nagyon örülünk, hogy a román televízió is itt van. Ez az adomány nagyon sokat jelent, hiszen ma még vannak életben maradt túlélők, de ez az utolsó olyan megemlékezés, amelyet még az ő jelenlétükben tarthatunk. Az idők folyamán összegyűjtöttük a túlélők vallomásait, hogy az ő hangjuk a jövőben is hallható legyen. Hiszem, remélem, hogy ez az önöktől kapott anyag segíteni fog abban, hogy többet megtudjunk a túlélők által megéltekből, és segíteni fog az itt zajló oktatási-nevelési folyamatban is. A 7 interjúból álló sorozatot a Román TV kolozsvári stúdiójának munkatársai készítették. Az interjú sorozat legidősebb megszólalója 101 éves, ezelőtt 70 évvel csodával határos módon szabadult ki a megsemmisítő gázkamrából. A holokauszt nemzetközi napja alkalmával szervezett megemlékezésen részt vett Rainer Höss is, az auschwitzi haláltábor egykori vezérének és működtetőjének, Rudolf Hössnek az unokája. Azt mondta, immár 15-ször jár Auschwitzban, de egy alkalommal sem bírt hozzáérni semmihez. Ahányszor idejövök, mindig nagyon megrázó. Mindig felfedezek valami olyan dolgot, amit addig nem vettem észre. Az egyetlen problémám, hogy semmihez nem bírok hozzáérni. Nem bírok egy ajtót kinyitni. Addig járok zsebretett kézzel, amíg valaki kinyitja azt. Egyszerűen nem bírok érintkezni semmivel, ami a nagyapámra emlékeztet.
Rainer Höss azt mondja, a családja hosszú időn keresztül eltitkolta a nagyapja által véghez vitt szörnyűségeket. Az édesapja által hősként beállított náci vezér nagyapa tetteiről immár felnőttként értesült. Akkor szakította meg családjával végleg a kapcsolatot, és határolódott el a nagyapja személyétől. Kemény télidőben érkeztünk meg az egykori birkenaui haláltábor bejáratához. Szinte elképzelhetetlen számunkra, hogy miként tudták túlélni a téli zord időket azok az emberek, akiket itt fogva tartottak, és akiknek barakokban kellett lakniuk. Több száz újságíró érkezett ide a világ minden pontjáról, hogy tudósítson az idei holokauszt világnap megemlékező eseményeiről. A holokauszt nemzetközi napja alkalmából szervezett megemlékezés hivatalos rendezvényére a birkenaui kivégzőtábor bejáratánál felállított óriás sátorban került sor. Több mint 50 magasrangú politikus főméltóság hajtott fejet az itt meggyilkolt 1,5 millió ember emléke előtt. Megható volt hallani a túlélők vallomásait, valamint az áldozatokért mondott imákat. Az auschwitzi lágert a hitlerista nácik alapították 1940-ben, és rövid idő alatt az emberiség történelmének leghatékonyabb tömeggyilkossági eszközévé tették. Csak ezen a helyen több mint 1,5 millió embert öltek meg nemzeti hovatartozása miatt. A legtöbben zsidók voltak, de ezrével szállították a halálba a cigányokat is. Auschwitz joggal vált az emberi kegyetlenség időkön túlmutató jelképévé. Meg kell vallanom a kedves nézőknek, hogy amíg készítettem ezt az anyagot, és most, amíg végignéztem, különös érzések kerítettek hatalmukban, gyakorlatilag a könnyeimmel küszködök, úgyhogy el sem tudom képzelni azt, hogy hogyan éreznek a mai meghívottaim, Nussbaum László úr, holokauszt túlélő, és Ladislau Gyimánt, történész egyetemi tanár úr. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy itt vannak. Nagyon fájdalmas volt végignézni ezeket a képsorokat, Nussbaum úr. Nem mondhatom, hogy fájdalmas. Egyszerűen azért, mert nem első esetben látok ilyen képeket, ehhez hasonló képeket. Egyrészt, másrészt igen sok alkalommal kellett beszélnem, elmondanom az életemet, életemnek ezt a részét, amely a lágerben volt. Igaz az, ahogy az egyik beszélő is mondta a bejátszásban, hogy idővel eltávolodik az ember azoktól az eseményektől, és mint egy történelemként kezeli azokat? Nem. Nagyon nehéz erre válaszolni, mert nincs is egyértelmű válasz. Az emberek érzékenységétől függ, hogy mennyire. Látható itt is, és más alkalommal is, hogy 85 évesnél fiatalabbakat nem szerepelnek, mert akik 15 évesnél kisebbek, fiatalabbak voltak, mint én, aki 85 évet töltöttem be, azok már nem, azok gázkamrába kerültek. És látszott, hogy könnyeznek, mikor elmondják. Mások kevésbé. Én nem vagyok olyan ennyire érzékeny, de azok közé tartozom, akik talán 40 évig, hangsúlyozom a 40 évet, egyáltalán nem beszéltem a családomnak sem, nem azért, mert nem akartam, magyarán az, hogy nem jött, hogy beszéljek róla. És van egy egészen szörnyű élményem, amit azt hiszem először, kb. 20 évvel ezelőtt, tehát 50 év után mondtam el, és amit feltételezem, hogy most se fogok elmondani. Majd megmondom, hogy miért. De folytassam ezt a gondolatmenetet. Azonnal visszatérünk erre, és én csak reménykedni merek abban, hogy mégis elmond a dolgokat, már csak azért is, hogy megmaradjon az utókornak. Hát figyelmeztetés gyanánt, hogy soha többet ilyesmi elő ne fordulhasson. A tanár úrnak is személyes kötődése van Auschwitzhoz. Igen, szóval a kérdés, amivel beindítottuk ezt a beszélgetést, nagyon fontos, és számomra különösen. Mert mint történész több évtizede foglalkozok többek között a zsidóság történetével is. És egész más dolog, mint történész, könyvek, források alapján
igyekezve, hogy színeire egy stúdió és objektíven bemutatni a dolgokat, és egész más dolog az, mint most, mikor először volt alkalmam közvetlenül is ott lenni, és látni, hogy tulajdonképpen mit jelentett ez. Annyival engedje meg a tanár úr, hogy kiegészítsem az elmondottakat, ugye, hogy a Román Televízió kolozsvári stúdiója a helyszínen volt, több élő adást is közvetítettek onnan román kollégáink, és tanár úr volt az egyik történész meghívott, a Márga professzor és Karol Jankó professzor mellett, akik elemezték a történteket. Kérem. Igen, és természetesen a családból elég sok mindent tudtam meg lassan-lassan, mert egy túlélő családból származok, tehát anyám auschwitzi túlélő, apám Mauthauseni. És az első években természetesen nem hallottam a családba semmit. De aztán gyakorlatilag lassan, a gyermeket lassan meg akarták óvni, meg akarták védeni ezektől a borzalmas történetektől, hát vagy nehéz, mi volt, hogy hát ugyanúgy, hogy ugyanúgy, hát, mint Nussbaum úr, nem tudtak beszélni. Nagyon nehéz egy gyereknek elmesélni, hogy ilyesmi létezhet is. De aztán lassan-lassan én végül két vagy három dologgal maradtam, ami elmondható volt, és elmondható, és ami fontos. Az első az volt, anyám nem felejtette el soha azt, hogy az első, akinek egy darab kenyeret nyújtott, az a szovjet katona volt, aki felszabadította. És emiatt aztán ő soha rosszat nem tudott mondani a szovjetekről. Ez az egyik dolog. A második dolog az volt, és ezt most láttam, hogy mit jelent ez gyakorlatilag, hogy ő gyalog jött haza Auschwitzból. 3 vagy 4 hétig tartott az út Auschwitzból egész Nagyváradig, ahova mi valók vagyunk, és abban szörnyű téli időben legyengülve tífusz után gyalog hazajönni, nem tudom, hogy lehetett. Ez csak úgy lehetett, hogy nagyon akart élni. Óriási akaraterővel. És volt egy nagyon jó barátnője, akivel együtt jöttek. Aki segített. És ez a barátnő, ez egy fontos személyiség. Ki? Budapestre került, Szabolcsi Gertrudnak hívták, akadémikus lett belőle, és a férje volt Magyarország első elnöke 1989 után. Úgyhogy akiket egyszer meglátogattam, és igen, beszéltem velük. És felidézték, gondolom, az igen élményeket, emlékeket is. Nussbaum úr, mi az a történet, amit nem lehet elmondani? Nem mondtam azt, hogy nem lehet, mert több ízben elmondtam már. Mikor élményekről van szó, a színház fogalom köréből szeretek meríteni bizonyos dolgokat, ilyen például a kulisszák, a színpad, a díszletek, mindenki számára azonos volt, a rampa, a leszállás, mindenkinek, az egyéni tragédiák merőben különböztek. Ugyanabban mindenkinek más tragédiája volt. Noha minden a kinézésre azonos volt, a viselkedés, a minden, ami közismert és jellemző volt. A minden túlélő, tehát beleértve engem is, és bárkivel beszélnek, szerencséjük volt. Mindenkinek szerencséje volt, és mindenki azzal kezdve, milyen szerencsém volt. Mert szerencsém, hogy nem voltam 13 éves, hogy nem voltam öreg, másképp rögtön gázkamerába kell, hogy nem vagyok törpe. Szerencse az, hogy végül is a lágerbe kerül, hogy egy szelekcióban nem került senkibe, a gázkamrába, ezek mind szerencsék. Továbbá szerencse az, mikor transportokat, fogalma se volt senkinek, hogy milyen transportba kerül, hogy szénbányába, kőbányába, egy gyárba, romeltakarításra megy, ez mind szerencse kérdése. De van a szerencsének egy másik oldala is, ami nagyon éppen olyan lényeges. Közismert az, hogy a lágerben sokszor gyakorlatilag talán mindig jobban féltünk az elöljárók, a prominensektől, a kapok például, akik munkában, akik egy szelet kenyérért, persze ön könnyű mondani egy szelet kenyér, ami életet jelentett, nem dolgozott is, egy szelet kenyeret kapott, hogy hajtsár munkát vállaljon, jobban féltünk, mint az esélyektől, akik ritkábban láttunk. Ezek állandóan velünk voltak, és kényszerítettek bizonyos feladatok. Pszichológus kell megmondja azt, hogy egy nagyon jó részük azoknak, akik ezt a munkát végezték, hangsúlyozom, munkát, hajcsár munkát, szadistákká váltak. Tehát akkor is kínoztak, mikor nem lett volna szükség rá.
megszakítom ezt a gondolatmenetet, igen, és majd visszatérünk rá. Lia Benjamin történészasszony, Bukarestben élő történészasszonyt kérdeztem tavaly tavasszal, ugyanebben a témakörben, a holokauszt témakörében. Lássuk, hogy mit mondott akkor ő, és talán abból is majd merítünk újabb gondolatokat. Sajnos a holokauszt egy olyan történelmi tragédia volt az emberiség történetében, hogy ezt ismerni kell. Csak attól félek, hogy állandóan ugyanabba a körbe forgunk, és nem megyünk egy lépéssel tovább, hogy mélyebben megértsük, hogy hogy volt lehetséges a 20. században egy ilyen szörnyűséges emberi gyilkosság. Ezt meg kell érteni kulturális szempontból, politikai szempontból, történelmi szempontból. Meg kell érteni, van a kultúrának valamilyen nevelő hatása? Létezik az, hogy minden emberbe, ahogy valaki kifejezte magát egy néhány héttel ezelőtt, hogy minden emberbe van valami gyilkos hajlam? Én nem tudnám ezt elfogadni. De sajnos, ha bár azt hiszük Európáról, hogy a kultúrának, egy modellje, és hogy amikor azt mondjuk, hogy Európa, akkor mindig azt gondoljuk, hogy kultúra és felvilágosítás, felvilágosodás, humanizmus, és így tovább, sajnos nem ez a történelmi igazság. És ezt meg kell érteni, és ezt tudomásul kell venni. Ha mindazok után, ami megtörtént, még van egy lehetőség a megismétlésre, akkor azt a következtetést kell levonjam, hogy ez a világtörténelemnek egy törvényszerűsége. Nem lehet más következtetést levonni. Hogyha annyi írás után, annyi könyv után, annyi film után, annyi megemlékeztetés után még egyszer valamilyen ilyen emberi gyilkosság elő tud fordulni, akkor attól félek, hogy az emberi civilizációhoz tartozik. Nagyon félek, hogy erről van szó. És minél többet ismételjük, hogy ne ismétlődjön meg, attól félek, hogy annál inkább a veszély, hogy meg tud ismétlődni. Ez egy nagyon érdekes gondolat, amit itt a történészasszony mondott a végén, hogy minél inkább ismételjük azt, hogy nem szabad ennek megismétlődnie, annál nagyobb a valószínűsége, igen, hogy meg fog ismétlődni. Én jól ismerem Lia Benjamint, tehát itten volt egy kis mosoly a szája sarkába. Tehát ez egy paradoxon volt, amit nem kell nagyon-nagyon komolyan venni, de ami szerintem nagyon fontos abban, amit mondott, az, hogy ő mind azt hangsúlyozta, hogy Európa is, az európaiak, és így tovább. Sajnos a mai világban, és amiben élünk, a veszély már nem annyira Európából jön, hanem Európán kívülről, és itten úgy néz ki, hogy egy újabb kultúrák, civilizációk közötti összecsapás lehetséges, és ennek lehetnek olyan áldozatai, akik tulajdonképpen semmi közük ehhez az összecsapáshoz. De nagyon jó ürügy arra, hogy ez meg a mostani párizsi események mutatják. Azok, akik a kóser áruházba vásároltak, gondolom, hogy soha nem is látták azt a folyóiratot, ami miatt A Charlie Hebdo folyóiratról beszélünk. Úgyhogy... Értem. Gyakorlatilag átértünk itt egy másik témára, a negacionizmusra, mint olyan. Nagyon sokan a riportbeli bejátszásban, interjúkban azt mondták, hogy ismételni kell, ezerszer kell ismételni, hogy soha ilyesmi többet elő ne forduljon. Én egy picit úgy éreztem, hogy azokhoz szólnak ezek a szavak, akik tagadják a holokausztot. Miért tagadhatják egyesek a holokausztot? Mi a cél? Nussbaum úr. Vagy mi lehet a cél? Emlékszem, Buchenwald a felszabaduláskor Eisenhowernek egy, nyilván később tudtam meg, hogy ez parancsa volt, óhaj és parancsa egyúttal, és pedig az, hogy minél több fényképet csináljanak, minél több interjút csináljanak, mert eljön az az idő, most már nem emlékszem pontosan arra az angol szóra, amit mondott, egy szörnyűséges alak lesz, unnetrebnik valami ilyen szerűen fejezném ki románul magam, aki azt fogja mondani, hogy ilyesmi nem is létezett. Feltételezem, hogy Eisenhower arra gondolt, hogy
mikor meglátnak ilyesmit. Nem lehet elképzelni, hogy ez valóságban... Valljuk azért be, hogy a mai emberi agy, tehát az én emberi agyam nagyon nehezen tudja befogadni ezeket a szörnyű gondolatokat egyáltalán, tehát hogy nem tudom elképzelni, hogy ekkora szörnyűségek létezhettek. És ennek ellenére elteltek az évek, és mi történt? Megjelennek ezek a negacionisták, akik azt mondják, egyáltalán nem volt, vagy nem ilyen nagy mértékben, szóval csökkentik a jelentőségét ennek. Először is kétségtelen az, hogy egy nagy sértés, ez a zsidók számára, ez a valótlanság, galáktság. De abszolút lényegtelen dolog ez a sértés, abszolút, semmit nem jelent. Vélem szerint a negacionisták nem a zsidókhoz szólnak, nem. Most már tudjuk azt, hogy értelmiségiek, komoly értem, egyetemi tanárok vannak itt. Hát ők nem hülyék, tudják. Kihez szólnak a negacionisták? Azt kérdezem a történésztől. Nem engem akarnak meggyőzni, hogy a testvérem, a szüleim ott meghaltak, ott voltam és láttam, a saját népükhöz. Saját népükhöz, a magyar negacionisták, a magyaroknak, a román negacionisták, a románoknak, mindenki a saját népéhez szól. Miért? Van egy komoly ok annak. Ugyanis. Mikor felhívjuk, hogy soha ne forduljon elő, egyetlen esetben fordulhat elő, de egyetlen eset a diktatúra esetében. Egy diktátor teheti meg, demokráciában nem létezhet genocidum és holokauszt. És ugyancsak Nussbaum úr mondta még mielőtt adásba jöttünk volna, hogy az antiszemitizmus nem feltétlenül, tehát akkor is létezhet, hogyha egy zsidó nincsen, és zsidókon kívül is létezhet gyakorlatilag. Létezhet. Tehát nem egy zsidókra vonatkozik, saját népűre. Na már most, ha meggyőzzük, hogy nem volt, nem kell tenni semmit, tehát nem kell megvédeni demokráciát sem. Nincs szükségre. Más szavakkal, véleményem szerint a negacionizmus a diktatúra előszobája. Lássuk, mit mond erről a történész. Hát világos, hogy a válasz erre a kérdésre az, hogy politika, hogy a negacionizmus az tulajdonképpen egy bizonyos politikát szolgál. Na most ez a politikai cél, ez különféle. Például világos, hogy Ahmadinejadnak mi volt a célja, amikor tagadta a holokausztot. Világos, hogy az új kalifát szintén mit akar, mikor ilyen nézeteket terjeszt. De ugyanakkor gondolnunk kell arra is, amit Hannah Arendt már évtizedekkel ezelőtt megmondott, hogy létezik ennek a rossznak egy bizonyos hétköznapisága. Tehát azt jelenti, hogy léteznek olyan emberek, akik teljesen normálisnak tűnnek. De ha a körülmények olyanok lesznek, akkor lehet, hogy új Eichmannok válnak belőlük. A lengyel televízió... Apropó, amiről Nussbaum úr beszél, a diktatúra esetében igen. Például. A lengyel televízió újra levetítette Ott létünk alatt a BBC és az HBO által készített a Wannsee-i konferenciáról szóló filmet. Kitűnő színészekkel, Colin Firth-től kezdve. De ami fontos volt az, hogy nagyon szépen bemutatta azt, hogy valószínűleg ők érezték azt, hogy ennek jövője nincs. Annyira igyekeztek a nyomokat már akkor eltüntetni. Ha ők azt hitték volna, hogy ez sikerülni fog, és a világ urai lesznek úgy, ahogy szerették volna, akkor nem kellett volna azokat a papírokat olyan gondosan összegyűjteni. És Eichmann egy dossziéba egyedül ő foglalkozott vele. És tudjuk a történelemből, hogy ezek a papírok elvesztek, és egyetlen egy példány maradt meg a Wannsee-i konferencia jegyzőkönyveiből, és ez azért maradt meg, mert azt hiszem, hogy ez nagyon érdekes, hogy Martin Luthernek hívták az illetőt, aki részt vett egy jogász szakértő volt, és aki öngyilkos lett, és a papírjai között találták meg ezt a Tehát a történészeknek úgy gondolom folyamatosan dolguk van, és nagyon sok tehát dolguk még, van. Még lehetnek érdekes dolgok. Egy másik témára szeretnék kitérni, mégpedig az úgynevezett cigány holokausztra. Úgy érzem, hogy kevesebbet beszélünk a holokausztnak ezen fejezetéről, hiszen ezrek voltak cigány nemzetiségűek, akiket szintén Auschwitzban például meggyilkoltak, és Nussbaum úr beszélni is tud, hiteles közvetítője tud lenni ezeknek a történeteknek. Amint Balázs Edit professzorasszony is, aki jelenleg Amerikában él, és akivel szintén idén tavasszal beszélgettem a cigány holokausztról. Sajnáltam a cigányokat, nagyon sajnáltam, mert ott voltam, Auschwitzba, amikor a cigányokat elvitték
6000 embert öltek meg egy éjszaka. Ott voltam és szemmel láttam, mert véletlenül a harmadik szakaszon voltam, fenn voltam, és láthattam, hogy mi történik. Tudták, hogy mi történik velük, mert ők már ott voltak sokáig, és sokat láttak. És meg volt világítva, ami történt. És lehet, hogy én vagyok az egyetlen szemtanú, aki ezt láttam, hogy 6000 embert vittek el Auschwitzba. De az egy nagyon-nagyon nagy űrt és hagyott a szívembe. Azóta is cigányokkal szimpatizálok. Gica Andrea kolléganőm interjú részletét láthattuk az előbb. Nussbaumor, itt Balázs Edit professzorasszony ugye arról beszél, hogy szemtanúja volt a cigányok kivégzésének. Én úgy tudom, hogy ön is valamilyen szinten szemtanúja volt, vagy hallotta az események hangját legalább? Auschwitzban nyilván voltak női táborok és a férfi táborok, ezek teljesen külön voltak. Mennyire volt a szemtanú? Hát én nem tudom ezt megmondani, valószínűleg a női táborban valami olyan lehetősége volt, hogy szemtanúként beszél erről. Én más vonatkozásban tudok beszélni a férfi táborról nyilvánvalóan, és annál is inkább, mert a cigányok furcsa módon egyetlen lehetőség volt és létező dolog, ami nagyon-nagyon-nagyon furcsa volt. A cigányok családostól voltak bent, nagyapától egészen a Purdékig. Tehát nekik lehetett a családban maradni, míg ugye a zsidók, ők külön voltak választva. Ők teljes családdal hozták be. És azért volt egy rágernek egy részlege, amit úgy hívtak cigányláger. Én is a cigánylágerben voltam. Egy része a lágernek a cigányoké volt, a másik része éppen akkor a feltöltődő zsidó, magyarországi zsidó transportokból kerültek be abba a lágerbe. Ezeknek a cigánylágerben lévő blokkoknak, barakoknak a parancsnokai legnagyobb részben cigányok voltak. Én magam tudom, hogy sokkal jobb életkörülmények között éltek, mint mi. Hogy miért, ezt pontosan nem tudom minden vonatkozásban. Először is a árja módon egy magasabb szinten álltak az Untermenschben, mégis mind a zsidók. Lehet, hogy valamivel nagy többet kaptak. De nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy annyit lophattak, amennyit akartak, mert ők voltak bizonyos parancsnokok, nekem is parancsnok, cigány volt a parancsnokom. Ez így volt egy ideig. Érdekes módon, ez egy pszichológus tudná ezt pontosan megítélni, hogy mit jelentett számukra, talán életükben először, mikor ők uraltak olyan embereket, amit soha nem tehettek meg addig. De hát ez mondjuk lényegtelen kérdés, a lényeges kérdés az volt, hogy családostól együtt voltak, és már egy huzamosabb ideje voltak. Tehát tudták, hogy mi az Auschwitz. Itt ez a lényeg. Mikor zsidó transportokat vitték is be a gázkamrába, nem tudták, miről van szó, és elterelték a figyelmet. Ezek nagyon jól tudták. Emlékszem, augusztus első napjai volt, talán másodikán vagy harmadikán történt éjszaka. Ilyen barakzárlatokat rendelnek el, nem lehetett kimenni, bemenni, tehát azért mondom, én csak fültanúja lehettem, nem voltam szemtanú, talán onnan a férfi lágerben. De ami történelmi igazság az, hogy megtörtént, és talán a férfi lágerben senki sem volt szemtanú, de fültanú, hogy láttam, mert tudták ők, hogy miről van szó. És akkor szétfogdosták azon éjszaka, ordítással, kiabálással el lehet képzelni, különben is egy hangos népség, és ilyenkor, amikor tudják, hogy halálba viszik, hogy milyen ordítás volt, amikor összeszedték őket. Reggelre, amikor feloldották ezt a blokktilalmat, kimentünk, egyetlen cigány nem volt ott. Nem értettem meg mai napig sem, hogy miért hozták családostól, miért tették főnökkel, miért ölték meg egyik napra másikra. Igen, ezek még mai napig kérdések, talán a történészek bőven nem tudnak rá válaszolni. Ennek egy érdekes vonatkozása, ami a mi Romániára vonatkozik. Tehát itten másképp történtek a dolgok, és pedig a cigányokat például besorozták a román hadseregbe, és eljutottak Stalingrádig, míg zsidókat természetesen nem. És viszont a családokat sokszor összegyűjtötték, és Transnisztriába vitték. Tehát nagyon érdekes, hogy ebben a vonatkozásban viszont
itten másképp történtek a dolgok. De hát van egy amerikai történész, Tony Judd, angol-amerikai történész, aki világosan megmondta, hogy mikor ezeket a dolgokat nézzük, akkor nagyon fontos megnézni. A náci Németország az egy dolog, ezek az úgynevezett nemzeti fasizmusok megint más dolog. Úgyhogy itt rengeteg minden összehasonlítani való van. Rengeteg munka van még ezen. Tanár urat még arról szeretném kérdezni, és sajnos az időnk rövid, úgyhogy rövid válaszokat kérnék szépen, hogy nagyon sokakban megfogalmazódik, és sokan meg is fogalmazzák azt a kérdést, hogy vajon az oda összegyűjtött zsidók miért nem lázadtak, miért nem riposztáltak, mi, tehát stb. Tehát, hogy erre a kérdésre hát ez egy válasz. Egy óriási kérdéskör, az ellenállás. Volt egy időszak, amikor mindenki azt mondta, hogy ellenállás nem volt, és hogy ők engedték, hogy vigyék őket, mint a mészárszékre. Közben aztán a történelem az kiderítette, hogy a nagyon ismert epizódokon kívül, például volt a vasói gettólázadás és így tovább, mindenütt volt ellenállás, és Auschwitzba például sikerült októberben felrobbantani az egyik krematóriumot. És szintén ellenállás, fantasztikus ellenállási gesztus volt, mikor két zsidó, aki a Zonderkommando tagja volt, sikerült megszökjön, szlovákiai zsidók, és elvitték a világnak a hírt. Az, hogy a világ hogy reagált, az egy más kérdés, és amire nagyon, nincs időnk itt. És nagyon röviden még arra szeretnék egy választ a történésztől, hogy Soa vagy holokauszt, hiszen hát itt igen, a bejátásban is említettek. Igen, hát ez egy kérdés, amiről sokat beszéltünk ott is. A Soa, ez a héber kifejezés, amely talán jobban kifejezi ennek a tragédiának az egyediségét. A holokauszt viszont már egy annyira köznyelv, mivel volt az az amerikai film, amivel beindult az egész minden diskuszió erről a nagy hallgatás után, és én véleményem szerint mind a két kifejezésnek megvan a helye, és semmi probléma az, hogy ki mit használ. Köszönöm szépen tanár úrnak is, és köszönöm szépen Nussbaum úrnak is, hogy befáradtak ide a stúdióba, és hát gyakorlatilag, ha röviden is, de említést tudtunk tenni ezekről a dolgokról, hiszen én is úgy gondolom, hogy nem lehet elég sokat beszélni mindezekről, azért, hogy felhívjuk az embertársaink figyelmét arra, hogy soha többet ilyet. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. És köszönjük. Kedves nézőink, adásunk hátralevő részében a kolozsvári holokauszt emlékmű felavatásának kapcsán készült riportunkat közvetítjük. Búcsúzom önöktől a mai beszélgetés azon tanulságával, hogy nem szabad elfelejteni mindazt, ami történt, éppen azért, hogy soha többet meg ne ismétlődhessen. Hetven évvel ezelőtt, 1944 tavaszán kezdődött el a magyarországi és észak-erdélyi zsidók tragédiájának végső fejezete. A kolozsvári zsidó hitközség vezetősége is nagyméretű rendezvényekkel hozta a közvélemény tudomására. Fontos az emlékezés, fontos, hogy a túlélők elmeséljék a velük megesett szörnyűségeket. Fontos, hogy a második és a soron következő generációk megőrizzék a deportáltak, a kivégzettek emlékét. Hogy soha többet ne fordulhasson elő az, amit ma holokausztnak nevezünk. Soha többé ne fordulhasson elő, hogy azért kelljen valakinek szenvednie, mert más, mint a többi. Sajnos a holokauszt egy olyan történelmi tragédia volt az emberiség történetében, hogy ezt ismerni kell. Csak attól félek, hogy állandóan ugyanabba a körbe forgunk, és nem megyünk egy lépéssel tovább, hogy mélyebben megértsük, hogy hogy volt lehetséges a 20. században egy ilyen szörnyűséges emberi gyilkosság. Lia Benjamin neves bukaresti történész is jelen volt a programsorozat nyitónapján, amikor kutatók, egyetemi tanárok a zsidóság történelmének kiváló ismerői tartottak előadásokat a nagyszámú közönségnek, akik közül többen is az auschwitzi haláltábor túlélői. Ezt meg kell érteni kulturális szempontból, politikai szempontból, történelmi szempontból. Meg kell érteni, van a kultúrának valamilyen nevelő hatása? Létezik az, hogy minden emberbe, ahogy valaki kifejezte magát egy néhány héttel ezelőtt, hogy minden emberbe van valami gyilkos hajlam?
Én nem tudnám ezt elfogadni. A második világháború idején, a deportálások időszakában nagyon sokakban ott volt a gyilkos hajlam. Ezért történhetett meg, hogy 1944. május-júniusában csak Kolozsvárról és környékéről 18 ezer zsidó lakost zártak tehervagonokba, és küldtek a megsemmisülés felé. Ezeknek az egykori kolozsvári lakosoknak állítottak emléket a szimpóziumon jelenlévők. Ennek a szimpóziumnak a célja megismertetni és írásba foglalni a kolozsvári zsidóság múltját, megemlékezve a kolozsvári zsidóság intézményeiről, híres embereiről, és emléket állítva annak, hogy a Kolozsvár lakossága a deportálások előtt a város lakosságának egyötöde volt. Az előadók közül többen is hangsúlyozták, a deportálások előtt Kolozsváron minden ötödik polgár zsidó nemzetiségű volt. Azt is elmondták, hogy a kolozsváriakkal együtt az észak-erdélyi régióból és Magyarországról több százezer zsidót deportáltak. Így eshetett meg, hogy az auschwitzi haláltáborban meghurcoltak és kivégzettek közül minden harmadik magyar zsidó volt. Higgyék el nekem, hogy nap-nap az irodába, vagy otthon, vagy a televízióba én állandóan el vagyok foglalva ebben a dologban. Még ma is. A holokoszttal, a Shoah-val, a családdal, és hogy mi történt itt tulajdonképpen ebbe a szép városba, amiben egy olyan szép zsidóság volt. Ezzel indította a kolozsvári gettóról szóló emlékezését Joseph Weiss, aki ma Izraelben él. De nem csak a Szentföldről, hanem az Amerikától Ausztráliáig elszármazott egykori kolozsvári zsidók is hazajöttek emlékezni. Megrázó történetek hangzottak el a megélt borzalmakról, a hozzátartozók elvesztésének fájdalmáról, a megszabadulás öröméről, de legfőképpen arról, hogy azokban a borzalmas időkben is volt néhány ember, aki egy-egy gesztusával, mondatával életeket mentett. A túlélők életét, akik megmenekültek ugyan, de akik lelkére mind a mai napig borzalmas képek, élmények nehezednek. Most 70 éve mentem el ebből a városból. Szerencsémre nem véglegesen, mert a auschwitzi és más lágerek után sikerült visszajönni ebbe a városba, ahol születtem, és azért ez alkalommal elhoztam erre a megemlékezésre az egész családomat, hogy innen menjünk tovább. Az egész nap felhozta megint az emlékeket, hogy hogy volt. Nem voltam az elejétől itt, de a két felszólaló nagyon meghatott. És az a lelkembe megint még egyszer fel, mindig, amikor erről beszélünk, felsebződik az egész lelki világom. Ön az Abraham Citroni Ibolya fia. Milyen lélekkel jött, és miért volt fontos Kolozsvára jönni? Elsősorban, mint második generáció, nagyon fontos továbbvinni az egész történelmet, ne hagyni, hogy elfelejtsék, és azért tanítom a gyerekeimet és ezt az unokáimat is későbben, hogy ne felejtsék el, és ez a legfontosabb dolog. És ezért jöttem, hogy halljam, hogy tanuljak, hogy itt legyek a történelemmel, és sajnos, amit hallok máma, hogy milyen fontos emberek és nagy, milyen zsidó élet volt itt, mert sokat nem nagyon hallottunk az első években, most az utolsó években kezdenek kinyílni a szívek. Am venit pentru că mi s-a părut că comemorarea a 70 de ani de la această tragedie nemaipomenită, căreia i-au căzut victime 23 din cei 30 de membri ai familiei mele mai largi, familia mai restrânsă, tata, mama, fratele, toți au pierit, toți trei. Din familia
înlărgită de 30 de indivizi, 7 am supraviețuit, dar dintre cei deportați, care au fost 23 la număr, numai 2 au supraviețuit. Așadar am venit pentru că am simțit că acest eveniment trebuie, la acest eveniment trebuie să particip. Sajnáltam a cigányokat, nagyon sajnáltam, mert ott voltam Auschwitzban, amikor a cigányokat elvitték. 6000 embert öltek meg egy éjszaka. Ott voltam és szemmel láttam, mert véletlenül a harmadik szakaszon voltam, fenn voltam és láthattam, hogy mi történik. Azért is fontos a még élő túlélők vallomásait, emlékeit meghallgatni, leírni, mert a sok fájdalmat, amit magukkal hoztak a lágerekből, eddig nem szívesen elevenítették fel. Legalábbis nem mindenki. A holokauszt utáni második generáció ezért kutakodik, próbál minél többet megérteni a szüleik által átéltekből. Ezt teszi a ma Izraelben élő Vas János is, aki az egykori neves kolozsvári fogorvos, Vas Zoltán doktor fia. Vas Zoltán Auschwitzban naplót vezetett, amelyben nem a napi rutint, inkább benyomásait fogalmazta meg. Az édesapám Kolozsváron volt fogorvos a két virágháború közt. Eldeportálták az egész családjával együtt 1944 májusába. Pont 70 évvel ezelőtt, május 27-én a reggel ért Auschwitzba, elgázolták az egész családját, két kicsi gyerekét, az első feleségét, a nagymamámat, és csak ő maradt életbe, és írt egy naplót Auschwitzba, ami nem egy klasszikus napló, nem azt írja le, hogy mi történt minden nap, mivel minden nap ugyanaz történt, az embereket megölték, az emberek mentek dolgozni, aki nem tud dolgozni, azt megölték, este visszajöttek, és reggel 4-kor újból kezdődött minden. Ez a napló megfigyelések, ami történt Auschwitzba, amit meséltek mások, úgyhogy nem egy klasszikus napló. Am ținut neapărat ca să fiu la această comemorare, în primul rând pentru că din familia mea, din cele două familii combinate ale tatălui meu și a mamei mele, peste 25 de persoane au fost ucise în lagărele naziste. Mama mea a fost dusă la Birkenau și a revenit de acolo și de 70 de ani nu a fost absolut niciun memorial, niciun monument făcut pentru cei din Gherla. Au pierit peste 700 de oameni din orașul meu natal și nu s-a făcut niciodată un monument în afara celui din cimitirul evreiesc din Gherla. Nagyon megható, hogy ezt a szimpóziont meg tudták rendezni, és nagyon sok olyannak találkoztam, akivel együtt nőttem fel a második generációból, és olyanok is, akik még édesapámat ismerték. Olyan vagyok, mint egy minden holokauszt második generáció, amelyeknek se nagytatájuk, se rokonok, se semmi sem, hanem a család magából, és ebben nőttünk fel, és a barátok között. A lelki terheket, az emlékek súlyát a második generáció is magával viszi. Próbál minél többet megérteni a történtekből, főleg azt, hogy hogyan volt lehetséges mindez, hogyan lehetett ember embernek gyilkosa, miért kellett millióknak meghalniuk csak azért, mert zsidók voltak. Ha mindazok után, ami megtörtént, még van egy lehetőség a megismétlésre, akkor azt a következtetést kell levonjam, hogy ez a világtörténelemnek egy törvényszerűsége. Nem lehet más következtetést levonni. Hogyha annyi írás után, annyi könyv után, annyi film után, annyi megemlékeztetés után még egyszer valamilyen ilyen emberi gyilkosság előtt tud fordulni, akkor attól félek, hogy ez az emberi civilizációhoz tartozik. Nagyon félek, hogy erről van szó. Damirosi Damirar, Rászló Zsény. Never again, soha többi.
Ezt már Emil Bok városvezető mondta a kolozsvári Postakert Karadzsiale parkban felállított holokauszt emlékmű leleplezésekor. A nagyposta melletti kis parkban elhelyezett emlékmű Lövitegon egykori szobrászművész tervei alapján készült. Kolozsi Tibor szobrász és Nikolaj Mirisán műépítész kezemunkáját dicséri. A felavatáson a világ minden tájáról hazaérkező zsidó elszármazottak is jelen voltak, többen közülük a holokauszt túlélői. Mit jelképez számomra ez az emlékmű, amellett, hogy elevenen tartja az elpusztult zsidók emlékét, remélem, hogy az egymás iránti tisztelet szimbóluma lesz, de ugyanakkor egy vészjelző is arra, hogyha gyűlölettel, elvakultsággal találkozunk, azonnal fel kell lépnünk ellene. Doamne, a tot milostive, care domnește în înălțim, fă să-și găsească adevărata odihnă pe aripile slavei tale, printre cei sfinți și cuvioși, care strălucesc ca azurul boltei cerești, toate sufletele celor 6 milioane de evrei, martiri ai Holocaustului din Europa, care au fost uciși, arși, măcelăriți și nimiciți, de către naziști, într-un Kiddush Hashem, dăruiește pace și odihnă sufletele acestora, pentru că evrei din toate colțurile lumii se roagă pentru cinstea sufletelor lor. Izgadal ve iskadashe mehrabon, be'al modim rafiru sevi, amich mehutevi asmach purkanei, vikorev meshichei. בחיי חון וביום החון ובחיי דחול בייס ישראל בגולו ובזמן קוריב ואמרו אמן ואש מהרבו מבורך ובמול מהול מיוח רוסבא מרטוניסס רסונט פארטי אמוציונט פרופונד אימפרסיונט שמחנית נאצל אשתים סיגור קרא מי פינה מי פרומוס ירס אבם מונומנט אינפינט evreilor creatori de bine și de frumos și de omenos în Cluj. Dar iată că avem un monument dedicat celor care au pierit victime Holocaustului. Kelemen Hunor kulturális miniszter az RMDSZ elnöke beszédében hangsúlyozta a kollektív felelősségvállalás szükségességét, a szolidaritás hiányát, amely azokban az időkben lehetővé tette a deportálások sorát, és kiemelte, minden többség felelős a vele és mellette élő kisebbségek jelenéért és jövőjéért. Nem lehet csupán egyéni felelősségről beszélni a holokauszt ürügyén, nem lehet csak az egyéni felelősséget említeni, hisz egyetlen egy ember nem lett volna képes megszervezni azt a hihetetlenül pontosan megszervezett adminisztratív szempontból is végigvitt munkát, idézőjelben munkát, aminek következtében 56 nap alatt több mint 430 ezer zsidót 170 ezer négyzetkilométer területről összegyűjtöttek, és a halálvonatokkal Auschwitzbe vittek. Nem lehet beszélni tehát csupán egyéni felelősségről, hisz ez, ami történt a 20. században, az egyéni felelősségen túl van, azt meghaladja. A kollektív emlékezetet éber állapotban kell megtartani, azért, hogy ne történhessen meg még egyszer egy ehhez hasonló szörnyű tragédia, mondta Kelemen Hunor, akinek gondolatát több beszélő is megismételte. Kaos specialist in historia artelor. Și a sculpturii, în special, vă asigur că sculpturul Măvit a creat un obiect valoros din punct de vedere estetic, a cărui puternic simbolism va intriga generații de vizitatori. Sunt două probleme. Evreilor, eu nu vreau să le propun figurativul, pentru că figurativul este interzis pentru evrei, propriu-zis pentru religie. Deci trebuie să fie non-figurativ.
Și am monumentul acela care e vechi, l-am făcut propunerea asta, este foarte rare.